De azt is tudnunk kell, hogy többfajta ima létezik. Például a kérő ima, sokszor nem hívő ember, vagy kevésbé hívő ember is Istenhez fordul kéréseivel. Utána következik a háládó ima, amikor megköszönjük a Jóistennek azokat az ajándékokat, amelyekkel megajándékozott bennünket. És az imának a csúcsa a dicsérő ima, amikor nem is kérjük kövesen, nem adunk hálát, csak dicsérjük őt, mint egy gyerek, aki oda megy az édesanyjához, és megmondja az anyukának, apukának, szeretlek benneteket. Ez az imának a csúcsa. Most mi is azért jöttünk ide, ebben a szép családi templomban, hogy hálát adjunk a Jóistennek, kérjük őt, elsősorban, hogy dicsérjük az ő szent nevét. Hiszen az őseink is ezen a szent helyen könyörögtek, hálát adtak és dicsérték az Urat. Mai világban, amikor annyian hátat fordítanak az egyháznak, nekünk meg kell mutatni, hogy a életünknek a kincsei azok a legértékesebbek. A hit, remény és szeretet el nem adjon titeket. Testvéreim, hogy ez a mai hálaadás és dicséret Istennek tetsző ima legyen, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, várjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Drági Mói Bratia, Nyászké Szlózsbe, Mili Veriáci, Drági Gosztia, Predstavitelia Otce, je vždy veľmi potrebné, aby človek dokázal nielen prosiť, ale aj ďakovať. Aj vy, vaše deti, upozorňujete, keď niečo dostali od niekoho, už v ránom detstve, aby sa vedeli poďakovať. Spýtame sa ich, tak čo povieš? Ako sa hovorí? A ich ako si provokujeme k tomu, aby mali pocit, že treba sa poďakovať. Žiaľ, dnes vo svete často aj dospelí ľudia sa zabúdajú poďakovať svojim rodičom za to, že ich vychovali. Zabúda sa na poďakovanie učiteľom a starým rodičom zvlášť. Preto sme sa tu zišli, aby sme vynahradili tie zabudnuté poďakovania, aby sme Pána Boha oslávili a ďakovali mu za to, že sme tu, že sme kresťani, že nás priviedol na cestu spásy. Aby táto svätá omša bola duchovným odpovedom, vrodme sa do seba. Spýtujme si svetu. Megérintette őt, és ezt mondta, kelj föl, és egyél, mert különben túl hosszú lesz számodra az út. Illés fölkel, évet ivott, aztán ennek az ételnek erejéből, 40 nap és 40 éjjel vándorolt, egészen Isten hegyéig, a Hóregéig. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Thank you.
Ježiš povedal svojim učeníkom: proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľada, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, ktorého by syn poprosil o chlieb, a on by mu dal kameň. Alebo keby pýtal rybu, dal by mu hada. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim dobré dary. O čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach, dobré veci tým, čo ho prosí. Počuli sme slovo Pánovo. Thank you.
neki is kérünk egy házat áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, ami által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozatá, hogy elnyerhessék az örökséget választottáidál. Elsősorban Isten anyával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostoláidál, a dicsőséges vértanúkkal, szent Mikál és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva remélni, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgálat Benedek pápánkat, itt jelenlévő János püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Az eszélyt kegyesztem házad népek őrőseit, hiszen te akartad, hogy színed elő álljon. Jószágoztak rám, mondd magadhoz igalmasan, a világnak szétszólhatott valamennyi gyermekedet. Elmúlt testvéreinket pedig is mindazokat, akik a te kegyelmetben köröztek ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt nincs, örökre gazdagban részesülünk Krisztus a mi Urunk által, mert által árasztod el minden jóval, ami vár. Ő általad, ő vele és ő benned, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkben, a Szent Lélek által, ezért mondjuk bizalommal. Érzem magamat, ugye 30 évvel ezelőtt. De most igen? Igen.